Üdvözlőim! Nagyon kedves vendégem érkezett a stúdióba. Hál' Istennek, hogy elért, betartotta a szavát. Ő nem más, mint Jánki Mária, nyugalmazott tanárnő. És engedjék meg nekem, hogy megmaradjak a tegező viszonynál, hisz Marival a mi az érettségi találkozó, az érettségi kor, mindenki megitta vele a pertút, ez volt az ő kívánsága, és ezt mi azóta betartjuk, és elárulom önöknek, hogy ő osztályfőnöknünk volt. És miért pont ma hívtam a ma az adásban? Azért, mert holnap érettségi találkozónk lett. Üdvözöllek, Mari, és szeretettel köszöntelek a műsorba, örvendek, hogy ideértél. Szervusz, Gyöngyi, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves nézőket. Jánki Marit ki ne ismerni, biztos rengetegen ismerik, és sokakat tanított, de azért úgy érzem, hogy egy rövid önéletrajz nem ártana. Kezdjük talán azzal. Hát brassói származású vagyok, ott születtem, tanárcsaládban, édesapám, édesanyám tanárok voltak. Milyen tanárok? Édesapám közgazdász volt is tanár, és édesanyám pedig matematika, fizika tanárnő volt. Úgyhogy neki nagyon sokat köszönhetek, mert ő foglalkozott a bátyámmal is, velem is a felkészítőkön. Tehát jól ismertem a tanári pályának a hátterét, hogy úgy mondjam. Beleszülettem. Érdekes az, hogy nem akartam tanár lenni, a bátyám se, és mind a ketten azok lettünk. Tehát így hozta a... És nem... A bátyám még vezetői állást is vállalt, tehát Brassóban iskolai igazgató is volt. Na de térjünk vissza a tanulmányaimat. A mostani Ápril Lajos Gimnázium általános iskola volt akkor, ott végeztem, tagozatos osztályba. A középiskolát szintén egy román középiskola tagozatos osztályába. Felvételiztem a Kolozsvári Bábesbolya Egyetemre. Ott végeztem az első két évet az egyetemből. Megismertem a városnak a magyar világát, a színházját, a kulturális életet. Igen, igen. Aztán családi okokból harmadévről áthelyeztem magamat Bukarestbe, és ott pedig aztán egy másik világba csöppentem bele. És így és szerintem nyelvet is nagyon jól megtanultam, és részem volt rendkívüli tanárokba, ez az igazság. Tehát nagyon jó tanárokba. És hozzáteszem azt, hogy a bukaresti román kulturális élet színejavát átéltem, mint egyetemista, úgyhogy nagyon szerencsés vagyok ilyen téren. Miért pont kémia szakos tanár lettél? Kémiát azért kevesen szeretik. Hát a kémiával a helyzet az, hogy szeretik vagy nem szeretik. Tehát középút nincs. Meg kell dolgozni azért, hogy szeressed, és ha nem dolgozom megért, akkor nem lehet szeretni, na hát természetes, mert nem függ össze. Miért pont kémia? Hát mert volt egy nagyon kedves általános iskolás kémia tanárom, aki úgy kezdte az órákat, hogy gyerekek, szeretitek a tűtött káposztát? És akkor innen egy ilyen vicces helyzetből elkezdett tanítani, és nagyon megszerettem. Eleinte nem kémia volt a terv, egyáltalán nem. Színésznő akartam lenni. Elég messze áll a tanítás. Igen, koreográfus rendező akartam lenni. Angoltanár akartam lenni, és aztán végül ez az ilyen álmodozó időszak. És aztán utána egy kicsit mondjuk kézzelfoghatóbb dolgot kellett otthon felmutatni, és akkor ez lett belőle. Egyáltalán nem bánom, nagyon, nagyon szeretem, amit csinálok. Mikor és hogyan kerültél Nagybányára? Hát az egyetem után, mint vegyészt kihelyeztek a kolozsvári gyógyszergyárba. Egy kihelyezési hiba volt, úgyhogy mindjártunkat szélnek keresztettek. Így állás nélkül maradtam, a férjem annak idején Szatmáron dolgozott, és akkor én ingáztam egy egész évet Erdődre. Az erdődi középiskolába tanítottam, nem volt könnyű. Ott is volt érdekes módon magyar tagozatos osztály, tehát fizikát is, kémiát is tanítottam, románul is, magyarul is. Annak ellenére, hogy nehéz volt, nagyon szép emlékeim vannak. Aztán utána egy évre rá átutaztunk Nagybányán, és nagyon megtetszett. Tetszettek, hogy hegyek, végre hegyek, nem síkság. És úgy határoztunk a férjemmel, hogy átköltözünk Nagybányára.
És Nagybányán melyik iskolában kezdtél? A Sinkel Liceumban, Tehát a Sinkel Liceum esti tagozatán, igen, ott tanítottam először kimondott román osztályokat, aztán utána 2 évre rá versenyvizsgáztam, és kinevezett tanár lettem. És az akkori magyar aligazgató, Sink tanár úr megkérdezte, hogy hát nem tudnék én azért magyarul is tanítani. És azt mondtam, hogy dehogy nem is, sőt, nagyon szívesen. Úgyhogy így csöppentem bele a Sinkár Liceum magyar tagozatos világába. Hány generációt tanítottál? A generáció alatt érted azt, hogy hány éve dolgoztál? Hány generáció ment ki a kezem igen, alatt? Igen, igen. Hát 76-ban kezdtem tanítani Nagybányán, és 2012-ben volt az utolsó. Hát ha azt számoljuk, 38, valami ilyesmi. Az rengeteg. Igen, de volt közöttük román is, és magyar is, mert mind a két nyelven tanítottam egyszerre. És mint osztályfőnök, hány osztályt mint kell végig? Mint osztályfőnök, hát én mondjuk a magyar osztályfőnökséget számítom, mert azok voltak számomra az élmény tulajdonképpen. Hát ha jól összeszámolom, akkor 8. 84-32, 8 generáció. Nem voltam első perctől magyar osztályban osztályfőnök. Borzasztóan boldogultam, amikor legelőször magyar osztályt kaptam, aztán a boldogság rövid ideig tartott, mert ugye abban az időben voltak ilyen fokozati vizsgák, és a magyar osztályoknak sokszor a fele jutott csak tovább, és akkor az ilyen fele osztályt, amit összekombináltak egy fele román osztályjal, az osztályfőnökséget soha nem kapta egy magyar tanár, hanem egy román tanár. Ennek a következménye az volt, hogy azok a magyar gyerekek eléggé mellőzve voltak, és hát persze nagyon fájdalmasan érintett, de belenyugodtam, és tovább, ugye, mint kémtanár tanítottam az osztályba, abba az osztályba, az első osztályomba, és borzasztóan büszke voltam rájuk, hogy olyan ügyesen lavíroztak abban a világban, és nem követtek el hibákat, és jó hangulat volt, és remek gyerekek voltak. Úgyhogy visszatérve, ki a második osztályon voltatok, az egy egész osztályt, hát, nagyon örültem. Hát a 89-ben mi voltunk talán az utolsó generáció, ugye persze a rendszerváltás előtti utolsó magyar osztály. Így van. Szeretném, ha egy picit mesélnél, beszélgetnénk arról, a mai generáció számára főleg, mennyire nehéz volt akkor magyar osztályfőnöknek lenni abban a világban, és mennyire nehéz volt diáknak is lenni. Hát, voltak a buktatók? Hát, milyen pofonokat kaptál te, mint magyar osztályfőnök? Biztos kaptál. Hát az első pofon ez volt, hogy elvették az osztályomat. Hát ez borzalmas, rosszul esett. Na. Aztán tudni kell azt, hogy eléggé nagyító alatt voltunk, tehát figyeltek. Mások voltunk. Nekünk más igényünk volt, más szokásaink voltak, azokért küzdködtünk, hogy meglegyenek azok a szokások. És vagy megengedték, vagy nem. Volt olyan, amit nem engedtek. Pontosan, persze, természetesen, hát világos. Emlékszem, amikor azt mondtad egyszer, hogy gyerekek, nagyon vigyázzatok, mert itt mindennek füle van. Igen, ezt mondtam, így valószínűleg. Én azt mondtam, még a falnak is füle van, úgyhogy vigyázzatok, hogy mikor, mit beszéltek. Ez volt az első. Igen, ezt ilyen részbe tartottad, igen. És emlékszel arra, amikor azt mondtad, hogy vigyázzatok, nektek, mint magyar gyerekeknek, sokkal többet kell tudjatok azért a jegyért, amit lehet egy román gyerek megkapott simán. Erre emlékszel? Igen, nekem tehát általában igényes ember vagyok, úgyhogy a jegyeket is igényesen adtam. Jogos volt Gábornak, Gyarmati Gábornak a megjegyzése, igen, a hozzászólása, hogy igen, elvártam azt, különben értékes, értelmes gyerekek voltak. Volt kitől kérni, miért ne? Na. Úgyhogy igényes ember voltam, és az úgy tartom magamról, hogy elég jó diplomata is. Úgyhogy kellett tudni lavírozni abban a világban, és fel kellett készíteni a gyerekeket arra, hogy mit csináljanak, és hogy viselkedjenek. És a legfontosabb dolog mindig az volt, hogy fiam, ha valami hülyeséget csináltál, akkor én legyek az első, akinek megmondod, mert másképp nem tudlak megvédeni. Emlékszem, sokat harcoltál miattunk. Így van. És így van. Szinte mi szégyeltünk rosszalkodni, bár mi is rosszalkodtunk. Na hát aztán de gyerekek, egy olyan osztályfőnöknővel, mint te voltál, szinte nekünk esett rosszul, mikor neked problémáid voltak miattunk, bár tudom, hogy voltak.
Loktunk mi is, nem igaz, hogy nem. Ide figyelj, ezek kibírható problémák. Az ember, hogyha szereti a gyerekeket is, ez a legfontosabb dolog, hogy szeresd a gyerekeket, akivel foglalkozol. Na. Hát, nagyon jól összetartottad az osztályt. Igen, igen. Hogyan sikerült? Elég jó soha nem szégyeltem saját magamat adni. Soha nem szerettem hazudni. Őszinte voltam a gyerekekkel. Nagyon szerettem járni, kirándulni. Igen, nagyon szerettem köztetek lenni bent. Mindig kihívásnak éreztem azt, hogy mi van annak a gyereknek a lelkében, mi foglalkoztatja, milyen nehézségei vannak, azt mondom, hogy tudok egy kicsit segíteni, ha tudok. Úgyhogy én nagyon szerettem tanítani, és nem csak azt, hogy kémiát magyarázzak, mert persze kémiát szerettem magyarázni, és borzasztóan boldog voltam, hogyha valaki megértette, és megtanulta, és elkezdte élvezni, elkezdte szeretni. De nem csak ez volt számomra kihívás, hanem a pedagógiai, a pszichikai tényezők is mindig kihívások voltak számomra. Úgyhogy én úgy érzem, hogy nagyon odafigyeltem a gyerekekre, nagyon odafigyeltem a tanítványaimra. És ha valaki szomorú volt, akkor azt észrevettem. Vagy ha nagyon jó kedvű volt, akkor én is örültem vele együtt. Szóval emlékszel azokra a kirándulásokra, hogy milyen énekeltünk, meg nem tudom, az valami barlangban voltunk. Az első programunk biztos, hogy egy kirándulás volt, méghozzá a gáthoz vittél minket. Igen. Emlékszem, másnap mindenkinek izomláza volt. Igen. A Forgács Móni küldött nekem egy pár fotót, hogy bejátszom a műsorba, de sajnos annyira mosottak voltak, hogy nem volt olyan minőség. Uh-huh. De holnap az osztálytalálkozóra megígérte, hogy elhozza. Igen. És végignézzük őket. Na jó. Igen, sokat jártunk kirándulni Kolozsváron, barlangba, Sóbarlangba, Cseppkőbarlangba. Igen. Tehát rengeteg programot szerveztél nekünk, és még sok bulin is részt vettél. Igen, születésnapokon? Születésnapokon. Nem mindeniken, de volt, ahova meghívtunk. Igen. Na most a felvételit emlegette 10-ből 11-ben. Mi is azon generáció közé tartoztunk, amikor megszűnt a 8-as liceumba az akkori magyar osztály. Igen. És akkor a két magyar osztályból lett egy. Igen. De az sem lett egy egész osztály, tehát fél matek, fizika, fél mechanika. Emlékszel erre? Hogyne, persze. Hát aztán ez volt az osztálynak a sajátossága. Igen, sajnos. Tehát abban az időben az úgy történt, hogy egybe a felvételi vizsgán a listát csökkenő szórendben felállították. Na, itt volt a baj. Itt volt a baj. Románokkal, magyarokkal együtt, igen. Itt volt a baj. És akkor bejutott, persze, elszórt volt, ugye. Volt egy pár gyerek a matematika, fizika részen bejutva, akkor volt egy pár gyerek, vagy több gyerek a mechanika részen bejutva, akkor egy jó pár gyerek a faosztályokba, és akkor jött az üzletelés. Így van. Az üzletelés abból állt, hogy a jó gyerekeket meg kell legyőzni, hogy mondjanak le a matek fizikás helyükről, hogy kerüljenek be a mechanika osztályba, és ennek az árán behozhattuk a faosztályos gyerekeket, és így alakult ki osztály. De nálatok megmaradt, tehát mivel jó osztály voltatok, megmaradt a fél matek info, matek fizika és a fél mechanika. Fél mechanika, viszont mivel mi egy listára kerültünk, ezért tudom, hogy nagyon sok szülő lobbizott. Mind tanárok, mind szülők. Persze. Említeném most a Takács Évi apukáját, tudom, igen, hogy igen, nagyon igen, sokat járt. Igen, ő tanár is volt. És talán a Makara, igen, Gyuri Makara bácsi is, ő is szegény, most hagyott itt minket, igen, a Lehel apukája. Igen, nagyon lelkes. És már elérték, és mégis vizsga előtt egy héttel tudtuk meg, nem tudom, hogy emlékszel-e, igen, hogy mégiscsak mi egy listára kerülünk. Tehát hiába volt meg nekünk az a 36 hely, mi nem egymás közt versenyeztünk. Nem. És akkor maradt egy csomó hely üres, és egy páran akkor kiestek, emlékszem, s úgy kerültek a román. Igen, igen. Hát azok azt hiszem, hogy holnap jönnek a találkozóra, azok továbbra is hozzánk tartoztak. Hát igen, nem közösítettük ki őket, persze, normális, mert úgy vettük, hogy nem az ő hibájuk, nem csak az ő hibájuk, van, hogy nem lehetünk együtt. Jaj, Makara tanár úrral kapcsolatban eszembe jutott valami. Egyetlen egyszer engedtem meg magamnak, hogy az év elején a katalógust odaadtam, becsomagolva, elvittem Makara tanár úrhoz haza, hogy írja meg szépen. És hát a következő nap Lehel nagy lelkesen jött az utcán a katalógus lóbálva, hát el lehet gondolni, hogy az igazgatónő azonnal elkapta, és akkor behívtak engemet, és kaptam a fejemre. Jaj, rémes volt.
Még szerencsére Lehel azonnal szólt nekem, hogy talán így baj van, mert a naplóval lógatva hoztam a iskolába. Na, nem volt abban a naplóban tulajdonképpen semmi, mert csak a nevek voltak, úgyhogy na. Csak nem volt szabad kiadni, gondolom. Hát persze. Szerintem ezt most sem szabad. Nem. Persze, persze. Úgyhogy nem, nem, nem Lehel volt a hibás, hanem én voltam a hibás. Hát, na. Lehel csak elhúzta. Melyik a legszebb emléked az osztályról? Jaj, van-e? Vagy ha van több? Sok van. Elsősorban ti az az osztály voltatok, akikkel én az egyes fokozati vizsgámat letettem. Kísérleti osztály voltatok. Veletek végeztem el a tudományos kísérletet arra a témára, amit én akkor választottam. Azt is hozzátenném, hogy a vizsga letétel után megszületett a kisfiam, és akkor ti voltatok azok, akik például, amikor mentem a parkba sétálni, akkor toltátok a babakocsit. Sose felejtem el. Megkérdezte Királyfi Feri tőlem, hogy talán én nyomhatom én is a kocsit egy kicsit? Mondom, persze, hogy ne. Tehát ezek olyan lélekmelengető emlékek számomra, úgyhogy nagyon, vagy fűzzem hozzá azt, hogy ebből az osztályból ugye az a generáció voltatok, amikor ugye mindenkinek matematikát, fizikát kellett tanulni, mindenki mérnök kellett legyen, na, aztán ez ha volt akart, itt a nagy baj, ha nem akart. Így van, így és van. És akkor a váltás, a 89-es váltás után, hát persze, hogy jó páran ott hagyták, és így lett egy nagyon drága tanítónéni az osztályban, aki a fiamnak lett a tanítónénie, ugye? Hát én fiamnak is, igen, Enikő tanította, igen. És Mónika is tanította, tehát igen. Lett matek tanárnőnk is. Van igen, ez egy jó dolog. Igen, ez hát egy jó elég dolog. Sokszínű lett az osztály a végén. Igen. És mindenki hála jó Istennek. Mindenki belember lett, igen. Persze. Hát nem volt, hogy ne legyen. Nem volt, hogy ne legyen. 89 után rögtön a Németh Lászlóba kerültél? Nem, 89 után még nem volt megalakulva a Németh László. A Németh László 98-ban alakult meg. Tehát 89 után nekem az állásom továbbra is a Sinkály Liceum román és magyar tagozatán volt. Hát ugye más világ volt azelőtt, mert akkor azelőtt ugye a fegyelem volt nagy, elég ilyen korlátozó szabályok voltak, amik nem engedték meg azt, hogy egy gyermeknek véleménye legyen. 89 után megjelentek a személyiségek, a véleménnyel rendelkező gyerekek, akik bátran kimondták, amit akartak, na ezekkel is meg kellett tanulni, foglalkozni. Következő kérdésem ez lett volna, egy kicsit igen? Párhuzamot vonjunk. Mi lett jobb, és mi lett rosszabb 89 után tanári, pedagógus szemmel? Minek örventetek, és mi volt azok, azt mondtátok, hogy hát jobb volt akkor? Hát az igazság az, hogy egy tanárnak valahogy könnyebb volt 89 előtt, mert a fegyelem nagy volt. Nagyon nagy volt a fegyelem, és tehát egyszerű volt szerintem. Én emlékszem arra az osztályomra, amelyik 89-ben, tulajdonképpen 89-ben megszűnt a magyar osztály teljesen a Sinkály Liceumban. Teljesen megszűnt, és csak 90 januárjában alakult meg, megint összejött az egész osztály. És zuhanásszerűen kezdtek rosszabbul tanulni a gyerekek. És akkor én egy osztályfőnökkel megkérdeztem, hogy mi az oka ennek? És az egyik simán elmagyarázta nekem. Tanárnéni, eddig a matematika és a fizika tanár kért tőlünk mindent, azt meg kellett tanulni, a többi tanár az félreállt, mert már nem fér be. De most mindenki tőlünk mindent követel. És hát ez nem lehet, ez nagyon nehéz. Ezt nem tudjuk megcsinálni. Nem bírták így. Igen. De jó osztály volt, tehát én nem állíthatom azt, hogy nem volt jó osztály. Persze, hogy jó osztály volt. Nagyon jó osztály volt. Milyen eszközei voltak, vagy vannak 89 után mondjuk egy tanárnak, hogy mégiscsak fegyelmet tartson az órán? Milyen eszközei vannak? Hát mert sokan panaszkodnak, hogy nem tudnak fegyelmet tartani. Mi az oka ennek? Nem tudják lekötni a diákokat? Hát az igazság az, hogy itt most azt hiszem, hogy a tanári tehetség kell közrejátszódjon. Tehát én azt úgy gondolom, hogy mindenképpen jól felkészült kell legyél, mert másképp nem tudod kiváltani a tiszteletét a diáknak. Következetes kell legyél, nem szabad kivételt csinálni senkivel, hogy az a jegy az mindig lehetőleg tükröznie kell a tudást. És ezzel szerintem már lehet fegyelmet tartani.
Ha pedig nem érdekli őket egyáltalán semmi, akkor vannak módszerek, amikkel felkelted a figyelmét. Én sokszor csináltam azt, hogy így láttam, hogy ez a kémia. Megint ez az unalmas kémia. Igen, csak úgy lekókadt az egész banda. És akkor valami hirtelen valami másról beszéltem, valami érdekes dologról, akkor igen, persze, hogy? És akkor megint átértem a kémiára. És akkor így valahogy úgy sikerült elevenen tartani az órát. Emlékszem, hogy az egyik generáció még le is filmezett, mikor magyaráztam, és akkor utána megnéztem magamat, és azt mondtam, hogy Istenem, hogy én mennyit tudok itt elmondani, és hogy milyen lelkesen magyarázok, vagy mindenki figyel, és akkor filmezték az osztályt is. Persze, hogy nem figyelt mindenki, normális. De én ettől nem akadtam ki, tehát én soha az ilyen típusú igazságfeldítésektől én nem sértődtem meg. Én úgy gondoltam, hogy miért ne lássam az igazat, ez nekem csak nekem jó. És azon kívül én úgy érzem, hogy a tanárnak, aki 89 után kellett tanár legyen, annak meg kellett szokni azt, hogy folyamatosan változások vannak a társadalomban, változások vannak a családokban, változások vannak a nevelési elvekben, és neked ahhoz meg kell találni a módszereket. Tehát nincsen univerzális módszer. Állandóan alkalmazkodni kell. Folyamatosan ki kell találni valamit. Ahhoz, hogy az működjön. Hogy az... És igen, igyekeztem, igyekeztem. Németh Lászlóban milyen hangulat fogadott? Hát a Németh Lászlóban... Hány évet tanítottál? 98-től egész addig, amíg végeztem. Tehát akkor is továbbra is a Sinkály Liceumban dolgoztam, ott volt az alvállásom, és bejáró tanár voltam a Németh Lászlóban. Jó hangulat volt. Minden olyan szokást, amit nem tudtunk megcsinálni a másik iskolában. Itt meg lehetett csinálni, itt mindenre kiterjedt, tehát borzasztó sokoldalú a magyar gyermek. Nagyon, legalábbis én így érzem, hogy nagyon, nagyon tehetséges gyerekek. Idővel kialakult egy aranyos és jó kicsi tanári kar, tehát, és közöttük sokan volt tanítványok, akik a Sinkály Liceumban végeztek, vagy esetleg az Emineszkóban végeztek, és tanárok lettek. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, hogyha ki tudtunk termelni tanárokat. Én úgy érzem, hogy jó hangulat volt. Amíg én ott dolgoztam, végig jó hangulat volt. Tehát én nem mondhatom azt, hogy... Mit üzennél azoknak a szülőknek, akik mondjuk most jött az alkalom, van magyar iskolánk. Igen. És mégsem választják a magyar iskolát. Hát tudod, mit üzennél azoknak, akik úgy válaszolnak arra, hogy hát azért nem iratom magyar iskolába, hogy érvényesüljön. Mi is ott végeztünk, tehát érettségiztünk magyarul, és igen, sokan érvényesültünk. Szerintem az érvényesülés nem ezen múlik. Az érvényesülés azon múlik, hogy te azt, amit megtanulsz, azt jól tudod. Azon múlik az érvényesülés. És... Na, de most elszaladt a gondolat. Gyöngyi, ismételd meg a kérdést. Tehát, hogy... Mit üzensz azoknak a szülőknek, akik bár most már van lehetőség, van iskola, van osztály? Eszembe jutott. Mit üzenek? Azt üzenem, hogyha saját példámról beszélek. Hogyha a szakmádat két nyelven tudod, akkor egy nyert ember vagy. Egy olyan ember vagy, aki több helyen dolgozhat és több mindent csinálhat. És a másik pedig, hogy én azt mondom, hogy be kell vállalni azt, hogy magyar vagy. Be kell vállalni. Én nem tudom, hogy miért nem. Tehát, mert most nagyon küzd a Németh László, hogy megmaradjanak az osztályok újra. Hát ennek az oka nem csak az, hogy a szülők meggondolják magukat, hanem az is, hogy létszámban csökkentünk. Persze, hát ez érthető. Meg ilyesmi, persze, igen, tehát létszámban csökkentünk. Vannak alternatívák, ugye még el lehet menni más, van olyan szülő, aki vállalja azt, hogy a gyermek elmegy Magyarországra a középiskolába tanulni, van ehhez bátorsága, hogy ezt megcsinálja. Úgyhogy... És azt se felejtjük el, hogy mi szolvány vagyunk azért, nem... Nehéz. Igen, igen. Mivel nagyon szalad az idő, igen. Egy üzenetet szeretném, ha megfogalmaznál a mai pedagógusok számára. Legyenek türelmesek.
szeressék a gyerekeket, akiket tanítanak. Ne féljenek attól, hogy nyíltak legyenek velük. Magyarázzanak, szeressenek magyarázni. Legyenek igényesek. Legyenek korrektek jegyadásban. Ne féljenek attól, hogy ha esetleg az a gyermek nem tudott olyan nagyon jól, akkor adja meg azt jegyet, amit megérdemelt. Amikor pedig utána tud, akkor adja meg a nagy jegyet, bátorítsa. Én mindig hittem abban, hogy ha a dolgozat jól végzed, és szereted, amit csinálsz, és hiszel abban, amit csinálsz, és szakmailag felkészült vagy, érdekelnek a gyerekek, akkor menni fog. Igazából egy üzenet a 89-ben végzett mi osztályunk 12D diákjai számára, azok felé is, akikkel holnap találkozol, és azok felé is, akik lehet csak Facebookon fognak veled nagyon találkozni. Örvendek, nagyon-nagyon örvendek, hogy igényetek van arra, hogy találkozzatok. Ez egy lényeges dolog. Azt jelenti, hogy van közös emléketek, vannak közös értékeitek, szeretnétek egymást látni. Azokat pedig, akik valamilyen okból fogva nem tudtak eljönni, azoknak azt üzenem, hogy őket is nagyon szeretjük, őket is nagyon várjuk, és legyen bátor. Ha esetleg valamilyen okból kifolyólag nem tudnak eljönni, vagy nem akarnak eljönni, legyen bátorságuk eljönni, mert ezek nagyon szép dolgok, nagyon lélekemelő dolgok, szívmelengető dolgok a találkozók. És úgy érzem én, hogy így 30 év után már a problémák is valahogy eltompulnak, már csak ha jól emlékezünk, még ha voltak is buktatók meg. Hát ha valaki a 30 éve is találkozón nem annyira érett, hogy ezt bevállalja, akkor nem tudom, hogy mit épített az életében, bocsánat, hogy így mondom. Tehát be kell vállalni, hogy én ez vagyok, én most eljövök, elhozom magamat, és jól érzem magam veletek. Hát remélem, hogy így. Na, persze, egész biztos. Adás alatt még nem voltál benne, de jött egy nagyon kedves üzenet, volt tanítványodtól. Azt mondta, nevét ne áruljam el. Igen? Hát ha eljövök. Olyan tanárnő volt, aki kitűnően ismeri szakmáját. Igényes, szigorú, de mindig kiállt a diákjai mellett, ha a szükség megkívánta. És ez az aranykorban nem volt kis dolog. Belopta magát a szívünkbe, és onnan nem lehet kivenni. Ha. Nagyon megtisztelve érzem magamat, köszönöm szépen. Lehet privátban elmondom, ki írta az üzenetet. És most engedd meg, hogy a vers mindenkinek című rovatommal szoktam minden műsoron befejezni, ez a vers most neked és nekünk szóljon. Nem más, mint Ady Endre verse, üzenet egykori iskolámba. Június volt, csúlyongtunk, nincs tovább. Most gyertek szabad mellű örömök, s pusztuljatok bilincses iskolák. De elcsitult a jókedv förgeteg. Helyére ült a döbben némaság. Köröttünk már az élet csörtetett. Ó, ifjúi szent megjózanodás, komoly, nagy fény, hős férfiú szerep, emléketek ma is milyen csodás. Hős harc az élet, és megélni szép, ha hozzáedzik tüzes szívkohók, ifjú vitézlők lengetek szívét. Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz. Szent Frigyüket így folytatják tovább. Én iskolám, köszönöm most neked, hogy az eljött életcsaták között volt mindig hozzám végüzeneted. Tápláltad tovább bennem az erőt, szeretni az embert és küzdeni, s hűnálni meg Isten s ember előtt. Június van, s nagyon magam vagyok, s kísértenek éltéltem árnyai, az elbocsátó iskolapadok. S én, véndiák, szívem fölemelem, és így üdvözlöm a mindig újakat. Föl, fiúk, csak semmi félelem. Bár zorda harc, megéri a világ, az ember az marad, ami volt, nemes, küzdő, szabad lelkű diák. Gyönyörű. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és kérlek szépen fogadd el a magyar adás is részemről egy meghívót a hétfői Széchy Pál emlékkoncertre. Szeretném. Jaj, nagyon szépen köszönöm, Gyöngyi. Érezzétek magatokat jól hónap, köszönöm a meghívást is. És holnap találkozunk, 12-kor, ahogy megbeszéltük. Igen.
Kedves nézőim, következik most 22 perces riportfilm, nem mással, mint Gergely Róberttel, aki hétfőn vendégünk lesz. Címe az Emmanueltől Szécsi Pálig. Jó szórakozást, és ne feledjék, hétfőn találkozunk a színházban. Viszontlátásra jövő pénteken!